Lassan foglaljunk helyet. Bojki Lacinak ismét köszönjük az ő ige hirdetését. Aki szeretné, még befejezheti, lehet még nála könyvet vásárolni, viszont a többiektől kérjük, hogy foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntjük a színpadon Pék Dávidot és csapatát. Ők fognak most a következő órában minket dicsőítéssel vezetni, illetve lesz egy bizonyságtételünk is Madarász Tamástól a dicsőítés közben. Úgyhogy kérünk mindenkit, hogy foglaljuk el a helyünket, és kezdődjön a dicsőítés. Jöjjön, aminek jönnie kell. Magasztalja nagy nevedet, hirdessék
Tisztesség, erő, dicsőség, minden övé, minden övé. Áldás, tisztesség, erő,
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai esti alkalmunkon. Madarász Tamás vagyok, és szeretnék néhány szóban bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusnak a munkájáról az életemben. Mielőtt ezt tenném, két dolgot szeretnék kérni, hogy aki nem fagyott még meg, és teheti, és van bátorság egy picit közelebb jönni, az bátorítani fogja majd az ige hirdetőjét és a énekvezetőket, ha közelebb tudunk jönni. A másik dolog, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Szerető mennyei atyánk, köszönöm, hogy megszólíthatunk téged, és nagy Istennek, hatalmas Úrnak tarthatunk, aki nem csak a hozzáférhetetlen világosságban lakozol, hanem közel jöttél hozzánk, az én életemhez is, sokunk életéhez. Áld meg a ma esténket, az igének a hirdetését, hogy legyen az igaz, legyen hiteles, és legyen az, amit én mondani kívánok, az is igaz és hiteles, a te nevedre dicsőséget hozó. Amen. 9 éves voltam, amikor először személyesen tapasztaltam meg azt, hogy milyen az, amikor Isten telibe talál az ő igéjével. Előtte is sokszor hallgattam már ugyanolyan környezetben, talán ugyanazoktól az emberektől is az igét, de az a vasárnap este volt az, 9 éves koromban, amikor nem volt kitérő, tudtam, hogy az, amit hallok, ez nekem szól, ez rólam szól, és válaszolnom kellett rá. A válasz akkor az volt, hogy az ige hirdető azt mondta, hogy aki szeretné elfogadni Jézus Krisztusnak a felkínált kegyelmét, aki megértette az ő hívását, az álljon fel egy pillanatra, és jelezze azt, hogy szeretné átadni az életét az Úr Jézus Krisztusnak. És én ezt megtettem. Őszintén tudom, hogy az Úr szólt hozzám akkor. Azt nem tudom, hogy miről volt szó, nem tudom, hogy mi volt az ige. Ezt utána bántam is egyébként, sőt, ezzel támadhatóvá is váltam, mert egy kicsit ingatagnak éreztem utána az életemnek ezt a döntését. Ma tudom, hogy nem kell, hogy ingatagnak érezzem, mert Isten szólt hozzám, és én válaszoltam az ő hívására. A 10 éves éveim úgy teltek el, hívő családban nőttem fel, nem voltunk túl szélsőségesen kicsapongó gyerekek. Próbáltam engedelmeskedni a szüleimnek, mikor, hogy sikerült. Olyan jó gyerekek tudtunk lenni, vagy szerettünk volna lenni. De volt egy bizonytalanság, nagyon határozottan emlékszem, az Úrral való kapcsolatomban végig volt egy bizonytalanság a tinédzser éveimben, amikor Isten igéjét hallottam, sőt, esetenként Isten igének a hirdetésében is részt vettem már, újból és újból felmerült bennem egy kérdés, hogy vajon Isten tényleg ott van-e az én életemben. Bizonytalan voltam e felől. És ez egy gyötrő érzés. Ha az ember őszintén keresi Istent, ez egy kegyetlen gyötrő érzés tud lenni. És nagyon emlékszem az életemnek egy következő meghatározó pillanatára, szerintem 19-20 éves lehettem, evangelizációs tábort szerveztünk Bükszentkereszten 90-es évek eleje, egészen érdekes korszak volt szellemi értelemben, és részt vettem a szervezők között, az ige hirdetésében, éneklésben, bizonyságtételekben, és ott volt bennem a bizonytalanság az este, hogy van az evangélium, amit hirdetünk, az nem nekem szól-e. A kérdés úgy merült fel bennem, hogy van Isten ott lakik-e az én szívemben, ott van az én életemben. És nem tudtam megmagyarázni, hogy mi az oka ennek a bizonytalanságnak, hiszen én 9 éves koromban elfogadtam az Úr Jézust. És azon az estén ez annyira gyötrővé vált ez a bizonytalanság, hogy az esti alkalom után kimentem a sátramba, elővettem a Bibliámat, és előtte megszólítottam az Urat, és azt mondtam, hogy Uram, én szeretném, hogyha ennek vége lenne, és szeretném tudni azt, hogy itt vagy az életembe, és joggal hirdetem az evangéliumot, vagy jobb lenne, hogyha én hallanám meg először az evangéliumot, és térnék meg, és utána csinálnám ezt, amit csinálok. És kinyitottam a Bibliámat, és Malakiás könyvéből, a 3. fejezetből Istennek azt az üzenetét olvastam, amikor kiúzanítja az ő népét, amely
megcsalja őt, ezt mondta nekik, hozzátok be a tizedet az én tárházamba, mondja nekik, és próbáljatok meg engem, ezt mondja a seregek ura. És meglátjátok, hogy vajon nem űzöm el a kártevőt, vajon nem áldalak én meg titeket gazdagon. Egy teljesen más szövegkörnyezetbe szólt ez az ige, de engem akkor szíven talált egy mondat ebből, próbáljatok meg engem, ezt mondja a seregek ura. És értettem, hogy ez nekem szól most. Azért szól nekem, mert nekem az volt a gondom, az volt a kérdésem, hogy Istenem ott vagy-e az életembe, vagy valahol lebegek, és becsapom magamat, és becsapok másokat. És itt arra bátorított az ige, hogy próbáljatok meg engem, és meglátjátok. Isten parancsot, utasítást adott az ő népének akkor Malakiás idejében, és arra hívta ki őket, hogyha beleálltok abba, amit én mondok nektek, amit parancsolok, akkor meg fogjátok látni, hogy ott vagyok veletek, és nekem erre volt szükségem. És azon az estén egy életre lerendeztem az Úrral ezt a bizonytalanságot az életem. És azt mondtam, hogy Istenem, én szeretnélek megpróbálni téged, nem kipróbálni téged, megpróbálni az én életemben. És emlékszem, hogy az életemnek aktuális kérdéseit átadtam neki. És azt mondtam, hogy ha te azt mondod, hogy próbáljak meg, akkor ezt elmondom neked, rád bízom, és szeretném azt látni, hogy te jelen vagy az én életemben. Ma úgy tudnám lefordítani ezt a két élményt, és szeretném ezt különösen fiataloknak, akár keresztény közegben felnőtt fiataloknak a szívére helyezni. Az Úr Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy menjetek be a szoros kapun, és utána járjatok a keskeny úton. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út. Ahhoz, hogy az én életem tartósan biztonságban legyen, hogy ne legyen kikeszthető a gonosz által, hogy ne legyen megtámadható, az mind a két élményre szükség van. Szükségem van arra, hogy bemegyek a szoros kapun, és szükségem van arra, hogy utána járok a keskeny úton. Mert valójában az én 10 éves koromban az történt, hogy bementem a szoros kapun, de teltek az évek, és az egyetlen élmény az én Istenemmel, amire hivatkozni tudtam, amiben kapaszkodni tudtam, az az, hogy én valamikor bementem a szoros kapun, és elfogadtam az Úr Jézust. És egy idő után ez nem elég. Egy idő után ez nem lesz elég, mert nem lesz élményem az Úrral. És kikezdhetővé válik az én hitem, és lesz, aki ki fogja kezdeni az én hitemet és a ti hiteteket is. Szükségünk van a szoros kapu után a keskeny úton való járásra, amikor megpróbáljuk az Istent, amit ő mond, amit ő parancsol, kikérjük az ő véleményét, és segítségül hívjuk az ő nevét. Isten élményekre van szükségünk, hogy tudjuk, hogy nem csak 8 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt, meg 20 évvel ezelőtt emeltem fel a kezem, meg mondtam azt, hogy Istenem, én téged akarlak követni, mert az előbb-utóbb homályossá és kopottá fog válni, hogyha nincsen utána az úton élményem, hogy igen, az én Uram, tudom, hogy velem volt itt is, megsegített, és velem járt. Ezek között, az Isten élmények között vannak magaslatok, amikor szárnyal az ember, amikor úgy éli meg, Laci beszélt arról elmúlt 1 órában, hogy áld az Úr, és ad az Úr, és vannak olyan Isten élmények is, amikor az Úr jelenlétét úgy tapasztalom meg, hogy ő leüt az én térdemről és az én lábamról. 8 évvel ezelőtt ezt tett az én életemben is. Egy hasonló szombati napon drasztikusan beavatkozott az én életembe, drasztikusan beavatkozott a családom életébe, és drasztikusan beavatkozott egy másik család életébe is. Egy baleset által. És semmi mást nem tudtam abban a helyzetben, az első pillanattól kezdve. Egy dolgot tudtam, és nem az én okosságom volt, hanem az én Istenemnek a vigasztalása és a támogatása. Lehet, hogy nem tudod, hogy mi az, ami most történik, de én ura vagyok ennek a helyzetnek.
És én ott vagyok veled ebben a helyzetben is. Sok élmény volt azokban a hónapokban és években, intenzív Isten élmény, amikor ezt túl kellett élnünk és fel kellett dolgoznunk. Az egyik dologot szeretném csak megemlíteni, amikor találkoztam barátaimmal, kollégáimmal, és kérdezi az egyik, hogy hogy lehet, hogy ez veled történt pont. Aztán két nap múlva mondja egy másik kollégám, csak azt nem tudom, hogy ez hogy lehet, hogy veled történt meg. És aztán mondja a harmadik. És amikor a harmadik mondta, akkor már kezdtem vakarni a fejem, hogy ez most micsoda. Mert nekem ez nem volt kérdés, hogy hogy lehet, hogy ez velem történik. És ők meg azt kérdezték, hogy de hogy lehet, hogy ez pont veled történik meg. Nyilván tudták, hogy istenfélő ember vagyok, többen tudták, hogy hívő ember vagyok, ismerték az életemet. És ebben a napokban olvastam a 42. Zsoltárt, és a 42. Zsoltárnak valamelyik verse azt mondja, hogy amikor naponta kérdezik tőlem, hogy hol van a te Istened. És valójában rá kellett jönnöm, hogy az a kérdés, hogy az a mai kérdés, hogy hogy ez pont veled történik meg, az ugyanaz a kérdés, amit Dávidtól kérdeztek, hol van a te Istened ilyenkor? Ez az, amiről hallottunk az elmúlt egy órában. De tényleg, hol van az Istened olyankor? Isten van, és lehet vitatkozni, hogy most a gonosz kért ki téged, hogy megrostáljon, és tönkretegye az életedet, vagy Isten beleengedett egy helyzetbe azért, hogy újabb Isten élményed legyen vele. Nem simogató, nem kedveskedő Isten élmény, hanem a fájdalmakon, a nehézségen, a gyászon keresztül közel húz magához, és olyan közel kerülsz hozzá, amilyen közel még soha nem voltál. És ez a fájdalmas epizód, ez a történet, ez részévé válik az életednek, mert részévé kellett, hogy váljon az életednek, mert nem ott tartanék ma az Úrral való kapcsolatomban, ahol tartok így, hogy ebből ő belengedett, és ezen átvitt, és megtapasztaltam az ő hűségét, az ő szeretetét, az ő csodáit, az én magam életére, és a családom életére, és mások életére a környezetemben. Az üzenetem az, elsősorban fiatalok számára, szoros kapu, és a szoros kapu után keskeny út. Kell, hogy legyen egy első élmény, amikor átadom az Úrnak az életemet, megbánva, megvalva az én bűneimet, Jézus Krisztust elfogadva. Egy idő után ez nem lesz elég. Élmények kellenek az úton, a keskeny úton az Úr Jézussal. Adja meg az Úr, hogy igaz legyen ez mindannyiunk életében. Amen. Egy igével szeretném köszönteni az itt lévőket. Az 1 Krónika 16. részben ezt olvassuk. Énekeljetek az örökkévalónak, énekeljetek egész föld, hirdessétek napról napra szabadítását, hirdessétek dicsőségét az összes nemzetnek, mondjátok el minden népnek csodálatos tetteit, mert hatalmas az örökkévaló és méltó a dicséretre. Imádat, tisztelet és félelem illeti őt. Imádat, tisztelet és félelem illeti őt, és ezért vagyunk mi most mi itt, hogy felemeljük Jézus Krisztusnak a nevét, és imádattal, hódolattal jöjjünk elé. És egy másik dologra is szeretném felhívást intézni. Az egész miért rendezvény adományokból épül fel, és szeretném most egy gyűjtést rendezni itt, hogy ilyen módon is tiszteljük az Istent. Ami anyagi javainkkal, minden erőnkből, teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes anyagi költségvetésünkből, ahogy akit indít a Szentlélek az ő szívében, és úgy érzi, hogy szeretne adni az Istennek, szeretni ezzel is az Istennek való tiszteletét és az imádatát, dicséretét kifejezni, körbe fogjuk adni ezeket a nagy papírdobozokat. És ezekbe szeretném majd kérni, hogy kinek, ami a szívébe van, azt tegye bele. Nincs soha mind.
Segítségül nevét,
És mindenható. Halleluja, halleluja, mert te Úr vagy és mindenható. Isten bárányom,
Szentjébe, bemegyek a bárány vérének, bemegyek, csak téged dicsérlek, bemegyek, hogy hódoljak neked, Uram, Uram. Thank you.
szenteltessék meg a te neved, Uram. A te neved áldom, szent van. Dicsőség, hatalom örökké. Aki a trónon ül, és a báránynak áldás, tisztesség. Aki a trónon ül, és a báránynak dicsőség, hatalom. Szerelmed végtelen. A világban nem ér fel veled senki sem. Jézus szomjúságom, csillapíts bennem. Jelenléted, amely ország nekem. Jelenléted, amely ország nekem. Szívem kincse, életem értelme.
Dicsőség az Úrnak, hogy közel jön hozzánk, nem mi keressük és találjuk meg őt, hanem ő talál meg bennünket, és eljött az ideje annak, hogy
az igére figyeljünk, mert a mindenható és szent Isten szólni akar hozzánk igéjéből ezúttal is. Szeretettel mutatom be Szilágyi Zsolt testvérünket, Debrecenből a Szabad Keresztény Gyülekezet pásztora. Amikor kérdezték tőlem, hogy ki fogja szombaton hirdetni este az igét, mondom, Szilágyi Zsolt. És megkérdezte, az kicsoda? Hát mondom, Zsozsó pásztor. Úgy igen, akkor már rögtön tudták, hogy kiről van szó. Így ismernek téged, Isten hozott közöttünk, szeretettel köszöntünk, és áldja meg az Úr a szolgálatodat. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és örülök, hogy hirdethetem a jó hírt, és beszélhetünk a legjobb Istenről, a legcsodálatosabb Istenről, az ő fiáról, a Jézus Krisztusról, aki eljött értünk, és meghalt, és feltámadt, hogy örök életünk legyen, és élettel ajándékozott meg bennünket, úgyhogy mi azt nem érdemeltük meg. Egy pár szót azért szeretnék magamról mondani, talán sokat nem ismertek, ugye, ahogy hallottátok, hogy Zsozsó pásztor néven ismernek, egy feleségű férfiú vagyok, és három nagy gyermekem van, egy nagy felnőtt fiam, meg két gyönyörű szép lányom, és úgy élünk, 20 éve vagyok Istennek a szolgálatában, mint pásztor, és Debrecenben szolgálunk, és nagyon örülök, hogy Isten választottam, és soha nem bántam meg ezt a döntést, bár sok út állt előttem, és fiatalon azon gondolkodtam, hogy milyen utat válasszak, és nehéz volt, mert nagyon szeretem a focit, ugye most font a foci VB ideje alatt, és abban nagyon sok pénz volt, sok lehetőség volt, mindig a focistáknak voltak a legjobb barátnőik, sok-sok jó lehetőséget adott a foci, de úgy döntöttem, hogy mégis Isten szolgálom. Láttam az én barátaimat, az egyik, aki a legtehetségesebb focista volt, egy edzésen rosszul lépett, és derékba tört a karrierje. Láttam azokat a fiúkat, akik férfiakat, akik befejezték a focit, és keserűek, és akkor azt mondtam, hogy Istenem, szeretnék jó döntést hozni, szeretnék biztosan élni az életemet. Láttam rokonságaimban sok-sok üzletembert, akinek nagyon sok pénze volt, de rossz döntés folyamán elveszítette, és keserű lett az élete. És azt mondtam, hogy én szeretnék egy olyan életet élni, amely biztonságos, amit nem tudok elveszíteni, amelyben nincs olyan, hogy egy rossz döntés hozok, egy rossz pillanat, vagy bármi történik velem, és akkor vége mindennek. És Istent választottam, nem volt egy egyszerű döntés, de nagyon örülök, hogy meghoztam ezt a döntést, és szolgálom őt. Természetesen attól lehet focizni, és sok minden mást csinálni az életben, de annak örülök, hogy örök győztes csapat részese lehetek. Mert Jézus Krisztus győzött a Golgotai kereszten. És ez fantasztikus dolog. Ugye lehet látni azt, hogy lehet valaki a világ legjobb focistája, mégis vesztes csapathoz tartozhat, ugye, mint mondjuk ma délután, ahogy mondjuk Messivel megtörtént. És én nem akartam győztes vagy vesztes csapatba tartozni, hanem azt mondtam, hogy akarom azt, hogy egész életemben győztes csapat részese lehessek. És volt egy döbbenetes élményem, pont a focihoz kapcsolódik, szeretném veletek megosztani. Az egyik legmegrázóbb élmény az életemnek. Amikor megtértem, nem mertem bizonságot tenni a hitemről, mert hívő családban nőttem fel, és mint oly sok fiatal, nagyon szégyeltem. Nem is tudtam mit mondani. Fogalmam se volt, hogy mit kell mondani egy olyan embernek, aki nem ilyen családban nőtt fel. Tudtam, hogy kell kritizálni a gyülekezetbe a pásztort, mert az ugye abban nőttem fel. Tudtam, hogy mikor ki imádkozik hosszan, ki röviden, kinek mit kellene csinálni. Igazából úgy nőttem fel, hogy a magamon kívül mindenkinek tudtam, hogy a gyülekezetről mi lenne a feladata. Talán többek vagytok itt, akik ezt jól ismeritek. És jól is éreztem magam az én elhívásomban, hogy ezt meg is mondtam mindenkinek, hogy neki mi lenne a feladata. És nem tudtam mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik nem keresztények voltak, és igazából, mivel nem volt olyan szoros kapcsolatom Jézussal, nem sok mindent értettem, nem nagyon tudtam mit mondani. Mi mondták nekem, hogy tudom, hogy ti motoszka estekre jártok, meg hogy ilyen vértisztok, úgy hallottuk, és hát annyira szégyeltem magam, hogy inkább tereltem a témát, de sokat hallottam azt az igét, hogy bizonyságokkal tenni tudjátok, hogyha nem teszünk bizonyságot a mi hitünkről, akkor Jézus sem val meg bennünket, és nagy volt bennem a félelem. És volt egy nap, hétfőn is szerdán volt foci. Volt egy nap, egy hétfői foci, amikor eljött egy srác,
nagyon aranyos rác, aki nagyon jól focizott. Foci után azt mondta, hogy nem iszunk meg egy üdítőt. Mondom, de. És akkor beszélgettem vele, úgy hívták Laci. Jó focista volt, és kérdeztem, hát te mivel foglalkozol, annyira nem ismertem. Ugye én Szabolcs megyében nőttem fel, Vársoros-Naményben, az ukrán határ közelében, tehát ott az emberiségnek egy jó nagy része, legalább harmada mafiózó volt, ő is az volt, ő szeszcsempész volt, és kérdeztem, hogy hát te mi a szakmád, mivel foglalkozol? Hát én szeszcsempész vagyok. És gondoltam, hogy hú, de jó, egy igazi mafiózó a kis BMW-ével ott beállt, és mondom, bizonságot teszem neki Jézusról, és hogy feszengtem, hogy milyen érzés lehet mafiónak beszélni Jézusról. De még mielőtt én bizonságot tettem volna, nagyon izgultam, ő megelőzött, és azt mondta, hogy te nem abból a családból számozod, akik úgy hisznek Jézusba, de mondom, igen. Mondom, akarsz erről beszélni? Igen, jó lenne, érdekelne a dolog. Mondom, szerdán jössz focizni? Igen. Nagyon megörültem, és mondtam neki, hogy hú, de jó, szerdán akkor találkozunk, és szerdán, ha akarod, újra leülünk, iszunk egy üdítőt, és beszélek neked Jézusról, és beszélek neked a hitemről, és nagyon izgatott voltam. Ez hétfő este volt, hazament hétfő este, én hazamentem imádkozni, és azt mondom, Istenem, bizonyságot fogok tenni egy mafiózónak, kérlek, segíts meg. És egész kedden imádkoztam, hogy mit fogok mondani, hogy lesz ez, segíts meg, Uram, ne zavarodjak bele, értelmes mondatokat mondjak. És ahogy itt, ahogy imádkoztam, jött az öcsém, és mondta, hogy hallottad a szomorú hírt? Mondom, milyen hírt? Lacika meghalt. Mondom, milyen Lacika? Hát aki hétfőn velünk focizott. Mondom, nem hiszem el. Hát én beszéltem vele, de meghalt. Mondom, hogy? 20 éves, tök egészséges focista. Hát mondja, azért, mert ment be Nyíregyházára, mert a BMW-vel valami baj volt, és sport BMW volt, és barátja mellé szegődött, és letekert az ablakot, mondta neki, hogy nem versenyzünk, de versenyezzünk egy jót. És versenyeztek, és mikor 2:20 fölött jártok már egy ilyen kis utcán, akkor elveszítette az autó fölött az uralmat is, belepukkant egy ifába is, ott azonnal helyszínen meghalt is. Talán az utolsó előtti ember lehettem, ugye, mert ez kedd reggel volt, aki beszéltem vele életében, és teljesen sokkolt a hír. Hogy beszélek egy emberrel, akkor éreztem, hogy talán mondani kellett volna az örömhírt, beszélek vele, és másnap nem él. És pont imádkozok érte, hogy hogyan fogom átadni az örömhírt. És akkor rájöttem, hogy milyen döbbenetes dolog az élet. Valakivel beszélek, és semmi biztosíték nincs arra, hogy holnap ő még élni fog. És fiatalok voltunk. 20 évesek voltunk. És azt mondom, Istenem, semmit nem tudunk tenni. Milyen döbbenetes ez. És akkor azt mondtam, hogy hoztam egy elhatározást, hogy ahogy tudom, elmondom az embereknek az örömhírt. Ne járjak még egyszer így. Annyira rossz volt átélni. Ennyi az élet. Istenem, ennyire bizonytalan minden. És akkor azt mondom, annyira örülök, hogy én meghoztam a döntést melletted. Meghoztam a döntést, és tudom, hogy örök életem van. És ahogy Pál apostol mondja, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És azt mondom, annyira örülök, Istenem, és szeretném azt, hogy az én városomban mi és a barátaim között minél több ember megtapasztalja ezt a bizonyosságot, ezt a biztonságot, hogy akármi történik az életben, tudom, hogy létezik mennyország, és én oda kerülök, és megállhatok egyszer Isten színe előtt, mert megbocsájtotta az én bűneimet. És azt mondtam, hogy azért fogok élni, hogy a focistáknak, meg az én barátaimnak, akik a közelemben vannak, elmondjam azt, hogy fogadjátok el Krisztus, mert megbocsátja ti bűneiteket. És ma a megváltó Krisztusról fogunk beszélni egy fantasztikus részen keresztül, Jézus feltámadásáról, nem olyan hosszan. János evangélium 20. részéből fogok felolvasni egy pár részt, és ez Jézus Krisztusnak a feltámadásáról szól, és meg fogjuk nézni, hogy hogyan jelent meg Jézus a tanítványoknak, és mit eredményezett embereknek az életében. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és legyen hitünk Jézus Krisztusban. Először az első két verset fogom felolvasni a János 20-ból, amely így szól. A hétnek első napján, ez ugye vasárnap volt, pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvételtett a kő a sírról. Futott azért, és ment Simon Péterhez, és ám a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és ezt mondták neki, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt. Amen.
Ez ugye a feltámadásnak a része is az igéi. Olyan döbbenetes dolog olvasni újra és újra ezeket a sorokat, és nagyon örülök neki, hogy arról olvashatunk, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia. Eljött a földre, és meghalt helyetted, és meghalt helyettem. És meghalt érted, és meghalt értem. Azért, hogy életünk legyen. El szoktam mondani, mert ez nagyon fontos dolog, hogy a kereszténység, bár hivatalosan ugye a világ legnagyobb vallása, de a kereszténység nem egy vallás, hanem a kereszténység egy kapcsolat. A kereszténység nem vallás, hanem egy kapcsolat az élő Istennel. Egy olyan Istenünk van, aki szeret bennünket, sőt, annyira szeret, hogy elküldte az ő fiát. A vallás, minden egyes vallás próbál egy utat mutatni, hogy ha ezen az úton jársz és jól csinálod, akkor talán eljutsz valahova. Ezt is ezt kell betartanod. Minden egyes vallás egy szabályrendszer. Minden egyes vallás nem más, mint teljesítménykényszer. Minden egyes vallásban benne van az, hogy ezt is meg kell tennem, azt is meg kell tennem, és meg kell, hogy próbáljam, hogy olyan legyek, amilyen egyébként nem vagyok, de mindenki más előtt mutatnom kell, hogy de igen, nekem működik ez a dolog. Belül a szívemben tudom, hogy nem annyira működik, de kifelé mutatni kell és erőlködni kell az egész életemben. Erről szólnak a vallások. A kereszténység nem egy vallás, hanem egy kapcsolat az élő Istennel, amely arról szól, hogy Isten látta a mennyben, hogy hiába törvény, hiába jó akarat, nem megy az embernek egyedül, és elküldte a fiát, hogy segítsen. Annyira szeretett, hogy életét adta értünk, és kiemelt bennünket, megbocsájtotta a mi bűneinket. Ezt sose felejtsétek el. Nagyon sok keresztény is úgy él, hogy az ő élete igazából egy megfelelési kényszer Istennek. Próbálkozik. Olvassa az igét, és próbálja mindazokat betartani önerőből. Nem fog úgyse sikerülni. De hál' Istennek nem erről szól az egész, hanem arról, hogy kapcsolatban lehetünk Istennel. Hogy ő Jézus a barátunk lehet, és Isten fiai és leányai lehetünk Jézus Krisztus által. És Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy meghajjon és de fel is támadjon. És ez egy szomorú napnak indult. Én szeretem ezeket a napokat. A tanítványok életében a legszomorúbb napnak indult ez a vasárnap, amikor is láthatták hitük szerint Jézusnak a testét. És azért volt szomorú nap, mert odaadták az életéket a mesternek. Jézusnak voltak a tanítványai. Minden napot vele töltöttek, vele keltek, vele feküdtek. Ott hagyták a szolgálatukat, a korábbi életüket, ott hagyták a munkájukat, mindent odaadtak. Jézussal éltek. Ha betegek voltak, mentek Jézushoz. Jézus fáj a feje, mi márkozott éltük, meggyógyultak. Ha nem volt kaja, akkor Jézushoz oda mentek, Jézus éhezünk. Oké, lett ennivaló. Ha jött a NAV, mert be kellett fizetni az adót, mondta Jézus, ó, Péter, menj el horgászni, fogott halat, kivette belőle, amit talált, odaadta, nem, nincs többi adó. Mindent Jézus csinált. És odaadták nekik az egész életüket. Ott voltak Jézussal. Ha tanástalanok voltak, és nem értettek valamit, oda mentek, Jézus elmagyarázta. Ha viharba kerültek, Jézus is nagy szelek voltak, Jézus parancsolt nekik, lecsendesítette. Mindig minden sikerült. De most Jézus nincs. Halott. Mi lesz velünk? Lehet, hogy ma úgy jöttél ide, hogy te életedben is vannak ilyen elhalások. Talán a reménységed halt meg. Talán amiben bíztál eddig. Talán egy kapcsolat halt meg az életedben. Talán elveszítetted azt a hitet, amiben korábban bíztál. Ma azért vagyunk itt, hogy hirdessük az örömhírt. Az örömhír pedig arról szól, ahogy a Rómabeliekhez írott levélben olvasuk, hogy Jézus Krisztus a reménységnek az Istene, a Szent Szellem a reménységnek a szelleme, és Isten újra adja a reménységet, amit elveszítettél, de ez önerőből nem sikerül megtalálnod, hanem ő általa. Ma azért vagyunk itt, hogy hívjuk Istent a mi életünkbe. Tudjátok, ha hiszel Istenben, akkor minden a javadra van. És lehet, hogy elveszítettél dolgokat, de visszakaphatsz. Lehet, hogy úgy voltál itt az életedben, hogy mindent feladtál egy kapcsolatba, egy szerelembe is, az elveszítetted. Isten helyre állíthatja az elveszített kapcsolatokat. Lehet, hogy reménykedtél egy munkába. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy temetted az időt, és azt mondod, hogy elszállt felettem az idő. Lehet, hogy valaki úgy van itt, hogy most nagyon szomorúan ülsz itt, mert azt mondod, hogy annyi sok tervem volt fiatalon az életben. És nem sikerült oly sok mindent megvalósítani. És talán már kifutottam az időből. Lehet, a lehetőségeidet temeted. De ma úgy adkezhetsz Jézussal.
Úgyhogy a tanítványoknak ott volt az életük legjobb napja, mert rájöttek, hogy Jézus él. Jézus vissza tud neked sok mindent adni. Jézussal új életet tudsz kezdeni. Jézussal nem vagy sose túl öreg, hogy újat kezdjél. Nem vagy túl fiatal. Lehet, hogy nagyon sokat csalódtál, és sok mindenkiben csalódtál. Gyere Jézushoz, benne soha nem fogsz, mert ő hűséges, és ő nem ember. Nem hazudik, amit ígér. Képes betartani, és meg is tudja tenni, mert szeret. És utána azt olvassuk, 11-es verstől 18-as versig fogom felolvasni. Mária pedig künt állt a sírnál, és ahogy ott állt, siránkozott, behajolt a sírba. És látott két angyalt fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. És mondának azok neki, asszony, mit sírsz? És mondta nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. Mikor ezeket mondta, hátrafordult, és látta Jézust ott állani, de nem tudta, hogy Jézus az. Mondta neki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresel? Azt pedig, gondolván, hogy a kertész az, mondta neki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, és én elviszem őt. Mondta neki Jézus, Mária. Az pedig megfordult, azt mondta neki, Rabboni, ami azt teszi, mester. Mondta neki Jézus, ne illess engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, testvéreimhez, és mondj meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Elment Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta neki. Amen. Nekem ez az igevers, pontosabban ezek a versek nagyon tetszenek, főleg az, amit Jézus mondott Máriának, és azt mondja, menj el, és mondd meg az én testvéreimnek. Milyen fantasztikus dolog, és milyen kiváltság az, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Elveszettek voltunk. Sok-sok hibát halmoztunk fel az életünkbe. És mégis az élő Isten fia, az egyetlen, azt mondja, a testvéreim. Azt mondja neked és nekem Jézus, amennyiben ő ott él a szívedben, és erre lehetőséged van, lehetsz a testvérem. Én leszek a bátyád. Milyen fantasztikus, ilyen család részesei lehetünk ő általa. Jézus Krisztus, miután meghalt, az első ember, aki látta a feltámadt Jézust, az nem más volt, mint Mária. Azt olvasuk a másik evangéliumban, hogy nem más, mint Mária Magdalén, akiből 7 ördögöt üzött ki. Egy olyan nő, akinek semmi esélye nem volt, hogy normálisan bemenjen a templomba. Egy olyan nő, akit biztos, hogy kizártak volna a gyülekezetből. Egy olyan nő, aki rengeteg bűn követett el. Démonok gyötörték őt. Az emberek, akik vallásosak voltak, kikerülték őt. Nő volt, és bűnös. Hogy van Istenben ennyi szeretet? Esélyt ad annak az embernek, aki teljesen mindent elrontott az életébe. Ő volt az első. Őt választotta Jézus. Tudjátok, ez mit jelent? Ez az egyik legjobb hír, amit ma hallhatsz, és amit az életben hallhatsz. Akár milyen életed volt eddig, Mária az egyik bizonyítéka erre. Még minden megfordulhat. Egy régi énekünk, egy ébredési ének, 70-es években ez így szólt, hogy akár milyen életed volt eddig neked, hidd el, hogy Jézus Krisztus akkor is szeret. Gondold el, ott volt egy asszony. Teljesen démonizált volt. De találkozott Jézussal. Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. Jézus Krisztus azt jelenti, hogy felkent szabadító. Ő van felkenve egyedül, hogy megszabadítson a te bűneitől, és megszabadítson mindazoktól a rossz szellemiségektől, amíg Jézus nélkül gyötrik az életedet. Lehet, hogy te is úgy ülsz itt, hogy régóta jársz templomba, de tele vagy félelmekkel, és nem tudsz tőlük szabadulni. Lehet, hogy tisztátalan gondolatok gyötörnek téged. Nem mered senkinek se elmondani. Lehet, hogy kényszer cselekvéseid vannak. Lehet, hogy teszel olyan dolgokat, amikor senki nem lát, amire nem vagy büszke. Lehet, hogy titokban iszol, és amikor nem lát senki, akkor talán túl sokat is, és szégyeled magad. Lehet, hogy sokat loptál életedbe. Lehet, hogy csinálsz dolgokat, amiket nem nagyon akarsz megcsinálni, de mintha egy erő kényszerítene rá. Jézus meg tud szabadítani, és új lappal indulhatsz ma. Annyit kell tenned, hogy azt mondod, hogy őszintén, hogy Istenem, nem megy egyedül.
Hiába próbálok jól lenni, erőlködök. Próbálok adakozni, próbálok elmenni a templomba, próbálok jót tenni emberekkel, próbálok megfelelni a családomnak, próbálok szolgálni, próbálok sok jót tenni. De van itt belül valami, és valami nem stimmel. Kérlek, szabadíts meg. Ma kaphatsz új lapot Istentől, mint ahogy Mária új lapot kapott. És egyszerűen találkozhatott a feltámadt Jézussal, és egy nagyon boldog ember lehet. Ha elfogadod, hogy Jézus, találkozhatunk vele a mennybe. Ott van fent, mennyei helyeken. Nem számít, hogy mit tettél a múltban. Jézus minden bűnödet meg tudja bocsájtani. De ehhez kérned kell őt, és azt kell mondanod őszintén, hogy Istenem, itt vagyok. Meg van írva a Bibliában, hogy hű és igaz. Ha János levelében, hogyha megvalljuk bűneinket, akkor megbocsátja azokat, és megtisztít minden hamisságtól. Nem csak a bűneidet bocsátja meg, hanem a hamisságtól is megtisztít. A hajlamtól, hogy tudsz felette uralkodni. Mert ha csak megbocsátana a bűneidet Jézus, az azt jelenti, hogy újra és újra elkövetnéd. De erőt is ad, hogy szent életet tudjunk élni. Mária találkozott Jézussal. Új lapot kapott, tiszta lapot. Ez a legcsodálatosabb. Ezt senki más nem tudja, ezt egy vallás nem tudja elrendezni. Senki a földön. Nem tudsz olyan jó lenni. Erre egyedül Jézus Krisztus képes, és ma őt hirdetem. Ha elfogadod őt, lehet, hogy már régóta jársz gyülekezetbe, templomba, de ha élő kapcsolatod van Jézussal, akkor valóban átéheted azt, hogy milyen szabad embernek lenni. Utána Mária való találkozás után a 19-es versben azt olvassuk, hogy mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek, a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt eljött Jézus, és megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Ebben az igerészben háromszor olvasuk azt, hogy Jézus megjelent, és mind a háromszor így köszöntette őket, hogy békesség néktek, mert ő a békesség fejedelme. Tudod, a tanítványok zaklatottak voltak, tele voltak félelemmel, és Jézus békességet hozott. Így született, az angyalok kihirdették már a születésekor, hogy e földön legyen békesség, és az emberekhez jó akarat. Azért jött Jézus, hogy békességed legyen. Szeretném hirdetni azt, hogy akárhogy jöttél el a mai napon, hogy tele van a szíved békétlenséggel. Káosz van a szívedben, az életedben. Az Isten fiú azért jött, hogy béke legyen ott legbelül. Háromszor mondja, békesség néktek, békesség félelmektől, békesség vádlásoktól, békesség károsztatástól, békesség a múlt terhétől, békesség a félelmektől, a pokoltól, haláltól való félelem miatt, mert megvan írva, hogy azért jött Isten, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Megszabadít még a halálfélelemtől is. Ó, de sok ember él úgy, hogy fél a haláltól, mert nem tudja, hogy mikor jön el, és nem tudja, hogy mi lesz vele ezután. Élhetsz szabadon ettől a félelemtől, békességgel és biztonságban. Azt mondja ma neked Jézus, ha itt állna, azt mondaná, békesség neked. Azáltal, hogy elveszi a bűneidet, ha elveszi, akkor elveszi a vádlást, elveszi a károsztatást, és egy új békességet hoz a szívedbe. Ó, én szeretek erről beszélni. Azt mondja a Biblia, hogy hasonlókká leszünk János levélében ő hozzá. És olyan csodálatos, hogy ott ülnek a tanítványok, egyszer csak megjelenik Jézus. Egyszer csak eltűnik Jézus. Az emmausi tanítványok, amikor együtt evett, egyszer csak eltűnt. És azt mondja a Biblia, hogy hasonlókká leszünk ő hozzá. Olyan testet kapott, mint amit mi fogunk kapni, akik hiszünk Jézusban a mennyországban. Ha akart, megjelent egy helyen. Nincsenek fizikai akadályok, átment a falon. Ha akart, evett. Szerintem ezért is evett oly sokat a tanítványok előtt, hogy vegyék észre a tanítványok, hogy ő nem egy szellem. Valóságos teste volt. Ha a szellem lett volna, akkor a sült hal így leesett volna, nem? Tehát úgy átment volna rajta. De később olvasni fogjuk, hogy mondja Tamásnak, hogy gyere, fogd meg, érints meg. Én húsvér vagyok, csak nem az a hús, ami a földön van. Ó, milyen csodálatos, mert azt mondja a Biblia, hogy ő a testvérünk, és hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Ez a mi jövőnk. Azért szeretek ezekről az ígéről olvasni, mert az én jövőm nem az, hogy megöregszek, nem az, az én jövőm nem az, hogy megöregszek, elmúlik minden, és akkor visszaemlékezek, hogy voltak jó dolgok, voltak rossz dolgok, de ennyi volt, hanem az én jövőm az, ami ide le van írva, hogy hasonlóká leszünk ő hozzá, és ezt ajándékba kapjuk.
hitáltal kegyelemből. Volt egy tanítvány, aki nem nagyon akart hinni. 27-es verstől olvasom. Megjelent még egyszer a tanítványoknak, Tamásnak is, aki nem akart hinni, és azt mondta neki, hozd ide te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. Hozd ide a te kezedet, és bocsáss az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ezt mondja egyébként Jézus ma is minden egyes embernek. Ne légy tovább hitetlen, legyél hívő. És felel Tamás, és mondta neki, én Uram, és én Istenem. Mondta neki Jézus, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más is jelt is tett ugyan Jézus az ő tanítvány előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek a fia, és ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Hú, de jó mondatok ezek. Szeretem ezt a tanítvány Tamást. Egyház történelem szerint India apostola volt, de a hitetlen Tamásnak hitetlen Tamásként vonul be a történelemben. Kicsit igazságtalan szerintem a múltja alapján megítélni. De olyan csodálatos, hogy volt Jézus tanítványai közül mindenféle ember volt. És hogy Jézus miért választott, én sokat gondolkodtam, milyen szkeptikus embert miért választott Jézus tanítványnak. Hát azt olvassuk, hogy azt mondta Tamás, én nem hiszek senkinek, nem hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Semmiképpen nem hiszem el, csak ha meg nem foghatom őt. És akkor mondtam, hogy milyen érdekes. Jézusnak olyan tanítványa volt, hogy még akkor se hitte fel Jézust feltámadt, mikor beszélt vele. Ott állt előtte. Azért ennél nagyobb hite szerintem még nekünk is nagyobb hitünk van, nem? Magyar keresztényeknek. Hát csak hiszünk valakinek a létezésében, akivel beszélünk. De Jézus tanítványa nem hitt benne, és azt mondta, ha meg nem fogom őt, akkor nem hiszem el. Én annyira tetszik nekem, hogy a legszkeptikusabb embereket is Jézus meg tudja győzni. Neki megvan a módszere. Minden egyes ember szívéhez megvan a módszere. Mi azt mondjuk, hogy hát ezt nem tudom, ezt az embert hogy lehet meggyőzni. Bízzük oda Istenre. Ő tudja. Ő alkotott, ő ismeri a mi szívünket. Tamás is meg tudta győzni, és azt mondta neki, gyere Tamás, ha neked arra van szükséged, hogy megérints engem, akkor érints meg. Meg akarsz fogni, akkor fogd meg. De ne légy tovább hitetlen, ha nem legyél hívő is. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Te nagyon boldog ember lehetsz. Egy dolgot kell tenni, ha nem látjuk még Jézus, de higgyél. Jézus bizonyítékot ad. Ő ismer téged, tudja, hogy neked mire van arra szükséged, hogy azt mondta, hogy igen, én Uram, és én Istenem. Hiszek benned, és tudom, hogy te élsz, és az én életemet rendbe tudod tenni. Tudjátok, egyszer én is ugyanígy ültem egy alkalmon, régóta jártam gyülekezetbe, évek óta. De bizonytalan voltam, mert nem adtam át teljesen az életemet Istennek. Jártam a gyülekezetbe, prédikáltam is már akkor egyébként, időközönként, amikor felkértek, elmondtam dolgokat, megtanultam sok igét kívülről, minden reggel imádkoztam, étkezések előtt imádkoztam. Egy időben még alakoztam is, bár azt fiatal fiúk, én nagyon nem szerettem, mert nagy nehezen összegyűlt a zseppénzem focira, és azt mondták, hogy oda kéne adni a 10%-át Jézusnak. Hát mondom, nem igaz, hát egy hónapok óta gyűjtök. Ha még megint ennek a 10%-át leveszem, akkor még megint több hétig nem lesz bőrlabdám. Úgyhogy ezt nagyon nem értettem, de szolgáltam Jézust, és ott ültem, és azt mondom, Istenem, én nem akarok tovább így élni. Járok gyülekezetbe, de most vagy igen, vagy mindent odaadok, vagy semmi. Tehát azért ő olyan rossz, hogy így itt is vagyok, meg ott is vagyok, és hozni akarok egy döntést. És azt mondom, én be akarok arról bizonyosodni, hogy te nagyon szeretsz engem. Olyan voltam, mint Tamás. És tudjátok, mit mondtam Istennek? Azt mondtam neki, hogy Jézus, én kérek tőled valamit. Én hiszek benned. De, hogy valóban megtapasztaljalak téged, és hogy legyen veled egy személyes átélésem, én kérek tőled valamit. És odaadom az életemet. És azt mondtam neki, hogy bár gyülekezetbe járok, de nagyon sok bűn követtem el, amelyek nagyon nyomják a szívemet. És egyszerűen nem tudok velük mit kezdeni.
és vádolnak, és rosszul érzem magam. Bár boldog ember voltam, de itt legbelül a bűneim súlyával nem tudok mit kezdeni. És azt mondtam, Jézus, ha ma ezt elveszed, és nem lesz tovább itt ez a rossz dolog, ez a vádlás, odaadom az életemet. Nagyon féltem, mert végig arra gondoltam, hogy mindenki tudja, hogy hány éve járok gyülekezetbe, és mindenki azt gondolja, hogy minden rendben van. Ha én most döntök Jézus mellett, fú, mit fognak hozzászólni, mit fognak rólam gondolni. De annyira akartam őt, és annyira akartam a változást, hogy azt mondtam, hogy nem érdekel. Azt mondtam, hogy Istenem, biztos akarok lenni abban, hogyha meghalok, a mennyországba jutok, azáltal, hogy elveszed a bűneimet. Akármennyit ittam, ez az érzés nem múlt el, utána még egy csomó bűntudat jött rá. Már megint ittál. Akár próbáltam szerelmes lenni, próbáltam a fociba gólkirály lenni, mindent elértem, és boldog voltam egy ideig, de ezt semmi nem vett el. És azt mondtam, Istenem, ehhez Isten kell. Az, hogy eljátszam a boldogságot, és látszólag boldog ember legyek, és átéljek boldog pillanatokat, azt meg tudom találni. De azt, hogy valaki elvegye ezt a bűneimet, és ezt a terhet levegye rólam, azt tudom, hogy ez csak te vagy, Jézus. És azt mondtam, hogy Jézus, ma kérlek, bocsáss meg minden eddigi bűnömet. Adj egy örök életet, tiszta lappal hadd induljak veled. Szükségem van rád. Együtt akarom élni az életemet veled. Úgy akarok szerelmes lenni, úgy akarok focizni, úgy akarok majd dolgozni, hogy te ott vagy velem, és megbocsátod a bűneimet. És tudom, hogy bármi történik velem, lehet, hogy egy baleset ér majd engem is, akkor is a mennybe jutok. Akár nehéz, akár könnyű életem lesz, de itt legyen a bizonyosság bennem, hogy tudom, hogy örök életem van. És azt mondtam aznap, ez lesz a bizonyíték arra, hogy Jézus velem van és szeret engem, hogy elveszi a bűneimet. Nekem ez volt az én bizonyítékom, ahogy ott álltam az Úr előtt, mint ahogy Tamás ott állt egyszer. Életem legboldogabb napja volt, amikor előre mentem, sose felejtem, annyira sírtam, hogy azt vettem észre, hogy vége lett az alkalom, és elment mindenki, csak én voltam ott. És semmit nem láttam, hogy ki jött, ki ment. Felkeltem, és egyszer annyira könnyű voltam. Néztem, hogy nincs súly, nincs bűn, nincs semmi, csak sírtam, nevettem, énekeltem, hálát adtam az Úrnak, teljesen mindegy, mi történt aznap. Azt mondtam, Istenem, ezért érdemes élni. Ennyire nagy boldogságot, elképesztő. Miért nem hoztam meg ezt a döntést korábban? Miért volt annyira fontos, hogy mit szólnak hozzá a többiek? Hát nem ez a legfontosabb, szabadon élni. Jézus Krisztus a szabadító. Azt mondja a Biblia az evangéliumok kezdetén, hogy eljött a földre, mert ő szabadítja meg a népét annak a bűneiből. És amikor megszabadulsz a bűnöktől, akkor megszabadulsz a félelmektől, megszabadulsz az elnyomó gondolatoktól, megszabadulsz a tisztátalan gondolatoktól, megszabadulsz a nyomorúságtól, a csalódásoktól, keserűségektől, és örök életed lesz, és boldog lehetsz. Mert azt mondja a Biblia, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ezzel zárom be a mai napon a prédikációt, a 31-es versen, amely összefoglalja a résznek a lényegét, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia. Hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Azért hangzott el ma az örömüzenet, az Istennek az igéje, hogy hidd el, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia, aki eljött, érted, meghalt a kereszten, és feltámadt, elvette a bűneidet. És ezt hívén életed legyen az ő nevében, Jézus Krisztusnak a nevében. Lehet, hogy először vagy egy ilyen alkalmon. Lehet, hogy többször részt vettél már. Lehet, hogy nagyon régóta jársz templomba, vagy valamilyen gyülekezetben, de még nincs személyes kapcsolatod Istennel. És úgy érzed, hogy a bűneid nincsenek elrendezve. Lehet, hogy nagyon sok vallásos tettet próbáltál már megtenni, hogy megfelelj Istennek, de mégis olyan távol Isten, ami most szeretne közelülni hozzád, megszabadítani a bűneidtől, és örök élettel megajándékozni az ő fiában, a Jézus Krisztusban, és békességet adni, hogy boldog legyél, és békéd legyen. Hajtsuk meg a fejeinket. Imádkozni fogunk. Uram, köszönöm ezt a szent pillanatot.
ez a döntésnek a pillanata. Azért imádkozom, hogy aki hallotta a te igazságodat, és eltalálta a szívét, és úgy érzi, és az van benne, hogy nekem erre ma szükségem van, és akar egy döntést hozni a kapcsolatról veled, hogy azt tudja meghozni ma a döntést. Azért imádkozom, Uram, hogy legyen bátorsága, és legyen hite az embereknek ma döntést hozni, akinek szüksége van erre. Aki tele van bűnökkel, aki olyan dolgokkal van tele, amit lehet, hogy tudnak az emberek, lehet, senki nem tud róla, de ő nagyon jól tudja, hogy mi van a szívében, és te is nagyon jól tudod. És az ige világosságában felszínre jöttek dolgok. Köszönöm, Uram, hogy dönthetünk most melletted. És most arra kérem azokat, akiket ez érint, hogy ha te vagy az az ember, akkor légy szíves egy felállással a helyeden. Jelezd, és el fogunk mondani egy imát. Ha te vagy az az ember, akinek szüksége van most erre, akkor kérek, állj fel a helyeden. Nem egy vallásos életre hívott el Isten, hanem egy valóságos kapcsolatra és bűnbocsánatra. Szükséged van ma ilyen bűnbocsánatra és dönteni Jézus mellett. Vagy lehet, hogy valamikor már meghoztad ezt a döntést, de most olyan távolinak érzed Istent, és azt mondod, hogy Uram, ma szeretném újra hozzád jönni. Akkor hozz meg egy döntést. És mondd, hogy Uram, szükségem van rád. Kérlek, bocsáss meg. Aki meghozta ezt a döntést, akkor egy ilyen rövid imát, csak segítségképpen elmondok egy pár dolgot, hogy mondd el az Úrnak, hogy Jézus, bocsáss meg, hogy nélküled éltem. Nem akarok tovább egyedül élni. Odaadom az életemet. Kérlek, bocsáss meg az én bűneimet. Adj békességet. Szabadíts meg félelmektől, gyötrő dolgoktól. Hadd legyek ma szabad. És ezután veled élem az életemet. Köszönöm, hogy a hitben, benned való hitben életem lehet. És örök élet van benned. Mondd el ezt az imát Jézusnak. És meg fogod tapasztalni ugyanazt, amit én megtapasztaltam, vagy oly sokan itt. Hogy egyszerűen Isten belelép az életedbe, és ott legbelül békességed lesz. És rendeződnek a dolgok. És áldott leszel Krisztusban. A vele való kapcsolat által. Én köszönöm, Uram, hogy emberek most döntést hoztak te benned, te melletted. Akár láttam, akár nem. Lehet, hogy itt ültek, lehet, hogy ott valahol álltak. De te megszólítottad az ő szívüket, és hoztak egy döntést. Lehet, hogy valaki nem tudott döntést hozni most, és még bizonytalan. Akkor legyél ott vele, amikor egyedül lesz otthon. Vagy akár elmegy, holnap itt hallja még az igét. Kélek, légy velünk, segíts meg bennünket, Uram. Hogy életünk legyen benned, és hitáltal szabadok legyünk a mi bűneinktől, és kegyelem által békességben legyünk veled, önmagunkkal és egymással, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönjük. Isten tegye áldottá a szívekben a döntést, akik ma az evangéliumra, az evangélium üzenetének hívására döntést hoztak, és kérem azt, hogy aki ilyen döntést hozott ma este, az ne maradjon egyedül a döntésével, akár jelezte, akár nem, ne maradjon egyedül a döntésével, hanem ossza meg ezt minél hamarabb, akár a valamelyik lelkipásztorral a gyülekezetek közül szólítsanak meg bennünket, akár valamelyik testvérrel, akinek a hívására esetleg idejött, hogy Isten a Szentlélek
bennünk való közös munkája által erősítse meg ezt a döntést az életében, és ahogy hallottuk egy mai Tamásnak a bizonyság tételében is, hogy ne csak egy belépés legyen a szoros kapun, hanem egy csodálatos út legyen a keskeny úton, abba az üdvösségbe, abba a mennyországba, amiről a feltámadott Jézus Krisztus megdicsőült teste is prédikált nekünk. Köszönöm még egyszer az üzenetet és a szolgálatot. Azzal folytatódik a ma este, hogy lehet egyrészt maradni, beszélgetni, másrészt bekapcsolódni az ifi sátorban hamarosan kezdődő ifjúsági vagy fiatalos folytatásra, dicsőítésre. Ott is lesz bizonyságtétel. Teával lehet melegíteni esetleg magunkat, ha kicsit meghűltünk, és ma este az ifi sátorban a testvérgyülekezet és a Golgota gyülekezet szolgálói fognak szolgálni. És hirdetem a holnapi napot 9:30-kor imaközösségre, hívogatok mindenkit, jöjjünk és boruljunk le együtt az Úr előtt további áldásokért, 10 órától pedig a közös istentisztelet. Hitünk, reménységünk szerint itt lesz a szabadban. Hívogassunk másokat is, áldjon meg az Úr még a folytatást is.